Ez már a harmadik, de olyan jól esik. Ez már a harmadik, nem lesz sok. Egyébként Emma vagyok. Szia, ja, Alice. Szia. Melyik osztályon dolgozol? Takarítok. És te? Én a marketing osztályon. Idegesnek látszol. Mi a baj? Ennyire látszik? Különben is miért kérdezi? Elmondjam neki, vagy ne? Lehet, hogy még ma tovább adja valakinek, és Zoltán meg tudja, hogy panaszkodom. Bár elég megbízhatónak tűnik ez a lány. Semmi. Hú, valamibe beletenyereltem. Szegény lány, de erre mégis mit mondjak? Ez a kínos csend még rosszabb. Hihetetlen április van ez az idő. Hú, ez égő volt. Én is ezt mondtam volna. Nem akarok bunkó lenni, de képtelen vagyok a projekten kívül bármi másra gondolni. Ne ragudj, de rohanok!
Ilyenkor kitartás. Neked is, szia. A kínai hatalnak voltunk. Jaj, tényleg ott finom volt, múltkor is tésztem. És te hogy haladsz a kikemelyektel? Meg nem te tudtam szerencsére végül. Adj, jól meg kellett utána, én még sehogy nem állok vele. Szia, Alice! Akkor én jól nem adtam, bocsánat. Figyelj már, te ismered a takarítónőt? Igen, tegnap beszélgettünk. Oh, baby, you